Sácsomi csötészt a csokoládé és traktorkerék most nem volt olyan nagyon durva beköszönés, mert paraszkodtatok, hogy egy kicsit brutális, úgyhogy arra gondolt a kipper, hogy egy kicsit okosabban oldja meg. Jó gyerekek, páros résznél vagyunk, úgyhogy ma mindenképpen kellene csinálnunk egy olyan dolgot, hogy várjatok, jó lenne elindítanom az órát, mert akkor soha az életbe nem fog megtörténni az esemény, nem fogunk sorskártyát húzni. Pedig ma kellene. Na figyeljetek, egyébként kellene dolgozni. Meg nagyon-nagyon parázok egyébként, mert azt hiszem van olyan sorskártya, hogy elveszíthetjük az földünket, és hogyha egy darab földünk van, akkor azt is elveszíthetjük, akkor egy szó szerint mehetünk a híd alá, a vasúti híd alá, és ott rendezkedhetünk be szépen. Na gyerekek, nézzük meg. Itt még nem nő a krumpli, meg igazából nem nő a krumpli, ezért mit le... Jaj, írtátok ám egyébként, még nem az utolsó videó, hanem az utolsó előtti alá, hogy itt van egy galajkupac, ezt simán elhasználhattam volna a trágyázásra, ugye... Jaj, de hülye voltál képer, jaj, de hülye voltál. Na, gyerekek, de nincs semmi gond, hanem inkább egy kicsit kellene itt egy kicsit foglalkozni a dolgokkal. Először is, legyünk belső nézetben azért így mégis hangulatosabb, és arra gondoltam, hogy nagyon enyhén menjen az idő, így ötösön, ötös sebességen, ugye ne egyszeresen, hanem ötszörösen. Na, itt meg akkor annyit kellene csinálni, hogy kikapcsolom a feszítőveket, le kellene pakolni a trágyát, meg egy kicsit rendbe kellene rakni az udvart, meg lehet, hogy fát kellene vágni, lehet, ki kellene vagdosni a fákat. Miért történik ez velem? Megint elveszett a zsák. Oh my god. Ez nagyon nem jó. Na, gyerekek, megint elveszett a zsák. Amikor... Jó, ott nem ez, itt nem veszik el, jó? Akkor ide pakoljuk, várjál már. Ide pakoljuk, elveszett megint egy zsák, de elvileg, hogyha kilépek, belépek, akkor visszakerül a... Hogy is hívják? Ha kiesik a grafikával, szerintem visszakerül a tudjátok hova, de... Jaj, és mit nem veszett? Ez előbb megint elveszett, de miért veszik el? Nem értem egyébként. Visszaállítani nem lehet, úgyhogy cseszhetem. Annyit tudok csinálni egyébként, arra rájöttem, hogy a műtrágya szóróval fölé állnék egy olyan helyre, ahol elveszett, és akkor valószínűleg, hogy így meg lenne. Na, de tényleg kellett dolgozni, úgyhogy jobbjuk neki. Várjatok, dobok egyet. Oké, jó. Figyeljük, hogy elveszik-e, jó? Figyeljük, hova esik, hogy nehogy az legyen, hogy elveszik. Oké, jó. Hát ezt jól ledobtam. Vannak bajok egyébként, mivel... Nagy bajok vannak, mert valószínű, hogy erre a platós autóra én nem fogok tudni rakni gabonát, vagy krumplit, vagy hasonló dolgokat, csak ilyen lekötözős cuccokat lehet, tehát nem lehet rámerni mondjuk a gabonát. Mivel nem lehet. Úgyhogy mindenképpen kellene szereznünk egy pótkocsit, mert különben nagyon nagy bajba leszünk. Na, oké, akkor ezt lepakoltuk. Amit még kellene itt csinálni, hogy egy kicsit rendbe kellene rakni, a rüellem, hogy itt szanaszéd van minden. Elindítjuk a gépet. És akkor lerakom ezt az eszközt is. Ugye ebben műtrágya van még. Valószínű, hogy az eszközöket be fogom pakolni inkább oda. És a gépeket hagyom kint. Mert a gépeket sűrűn fogom használni, szóval ne az legyen, hogy állandóan azt kell csinálnom, hogy kibe állok velük. Az eszközöket meg azért ritkábban használja az ember. Úgyhogy ezt ide hátra állunk vele. Le is engedem, és akkor lekapcsoljuk. Jó. Oké. Egyébként a manuál attach módot, tudjátok, a manuális csatoló módot, azon gondolkozok, hogy berakjam-e. Egyébként ezt a galajkupacot, hogyha el is tüntettem volna innen, tök jó lett volna, legalább eltűnt volna, úgyhogy már ebbe gyertünk volna. De hát jó, mindegy. Úgyhogy legközelebb ne feledkezzünk meg róla, hogyha elfogy a műtrágyánk, hogy van ganyénk igazából. Jó, más nagyon nincs is, a kocsit azt használjuk, úgyhogy mindent úgy parkoljunk le igazából, ahogy van értelme, jó? Erre gondolt a keeper. Kapcsoljuk le a villagyokat már minek égnek. Éjszaka nagy valószínűséggel csak leginkább akkor fogunk játszani, hogyha beszívjuk azt a dolgot, tudjátok, van egy olyan sorskártya, de tényleg most sorskártya van, úgyhogy mindig elfelejtem, hogy hol van ez a villanykapcsoló. Ez itt van, jó. Akkor tényleg itt van az automata. Oké, srácok. Na, sorskártya húzás 10 perc múlva, addig kellene valamit dolgozni is. Ugye megy az idő, ha nem is túl gyorsan, de megy. Szerintem mindenképpen jó lenne még kivágni azokat a fákat, amik itt udva vannak. És hát meglátjuk, hogy igazából mi fog kisülni ebből az egészből. Hú, kellene vennünk nekünk
egy pótkocsit. Gyorsan megnézem a pótkocsikat. Pótkocsira szükség van, mert egyszerűen krumplit se tudom hol rakni, érted? Ez nagyon fontos, hogy egy pótkocsink legyen. Nézzük meg a módolt pótkocsit. Rengeteget beraktam egyébként, küldtetek ti is. Ó, mi ez? Ez a TZ4K-nak a kis pótkocsija, szerintem teljesen jó, mindent lehet rajta cuccolni, amit el tudsz képzelni, a krumplival egyetembe. Nézzük, van egy remorkánk egyébként, ez ilyen tipikus román pótkocsi. Ez se lenne rossz. Ez mennyibe kerül? A remorka 1400-ba kerül csak, és 10.000 literes. Ja. Ez mondjuk jó. És az mennyi a TZ4K? 1500 literes. Meg itt van a jó kis ruszki pótkocsink. Ez nagyon jó, erre ugye tudod, tudsz később magasítást rakni. Meg bálahordóra is lehet rakni. Igen, ez nagyon jó ez a pótkocsi. Ezt nagyon szerettem mindig. Vannak itt kis gyönyörűségek, gyerekek. Így vannak, és nagyon jó kombinálható. Ó, de jó, bálahordó, magasító, 15.000 literig. Kereket, fára ki tudod cserélni. Ó, hát ez nagyon jó kezek. 2800-ba kerül például az. 1500-ba kerül, ez a tipikus, tudjátok. Szerintem vágja mindenki. Ugye van ilyen nagyon rusztikusban is, bár ez nekem egy kicsit annyira nem tetszik. Egyébként a faluban is van egy ilyen pótkocsi. A királynőnek hozzá szokta orrani a fát, de szerintem nem is volt eleje vége, hanem egy végig volt csapkodva benne a fa. Ja, ugye kamasz, vagy mazuknak a pótkocsi, amivel ugye azok is bekerültek. Egyébként ez annyira tipik. Ez annyira tipik, de abba a színbe, ami az előbb volt. De ez nagyon jó. Abba a zöldbe, zöld-pirosba. Jó, a gyerekek, hát van itt bőven, hogy össze kéne szedni egy pár ezret. Az a lényeg. Akkor álljunk is neki, nézzük meg milyen fák vannak itt, amiket ki tudnék vágni, meg amik igazából útban vannak. Mi ez a kicsi szarfa? Ez itt, ezt ki tudom vágni? Ez nem tudom, nem a szomszédémmal, mindjárt megnézzük. Aha, ez nem az enyém. Jó, oké, menjen az idő. Ezt a kettő fát kellene kidurrantani akkor, és akkor úgy kellene rádönteni ugye a földre, ki kéne járnom akkor a kocsiba, akkor egy pótkocsira kellene összeszedni, és hosszú távba kellene gondolkodni, hogy mit tudunk csinálni, meg mit tudunk elérni. Na srácok, figyeljetek! Az a lényeg, hogy vetőgépet nem érdemes vennünk, ahogy beszéltük, mert nem tudunk aratni. Szóval azt így felejtsük el. Én arra gondoltam, hogy a földekre kellene utána rámenni. És mondjuk nagy földön is krumplit ültetni, de mindenképpen kellene egy olyan traktor, amit van homrok rakodó, vagy pedig, hogy fel tudjuk márni a krumplit, vagy valami. Vagy pedig egy olyan krumpli betakarítógép, amelyik nem a földre fogja kiszorni, mert ugye ezt oda fogja felszorni sajnos. Jó, nézhetnénk a földeket, gyerekek, ha már egyszer. Építkezik itt a keeper. Nézzük meg, legkisebb földek mennyibe kerülnek, azok 28, 27, 26-os egyébként. Ahogy látom, már 20.000-be kerül a legkisebb föl is, gyerekek, öcsém. Ja nem, a 28-27 az egyben van. 10.000-be kerül a legkisebb föld, ahogy nézem, bár ilyen 32-es 13.000, 32-es 33-as is egyben van. Az 1-es 22.000, egyébként itt lenne jó, nem? Itt mellettünk lévő. Van 19.000 ér. Aha, tök jó. 19.000-es a 3-as. Vannak itt még kisebbek, ilyen erdős részek, valahol láttam. Itt mondjuk az 32.000. 23.000, 24.000. Itt is van egy. Ezek nem is, nincs is számmal jelölve, ha megfigyelitek. 12.000. Nem baj, ha nincs számmal jelölve, mert igazából ezt ugye fel tudjuk szántani attól még, ha nincs is rajta rendes. Vagyis hívják, nagyon messze meg nem akarok. Mert akkor jó lenne, hogyha együtt lenne. Úgyhogy össze kéne rántani egy olyan 10-20 ezeret. Jó, hát könnyű azt mondani, mi? Na jó, oké. Dolgozni kell, gyerekek, dolgozni kell. Ezt úgy kellene csinálnom, és megint nem tudok googolni. Csak ezt nem tudom, miért csinálja, hogy miért nem tud googolni. Igen. Néha bebagol és nem tud googolni a csávó. Ja, arra kellene döntenem, hogy ne kelljen szenvednem, hogy a szomszéd földjére dől, meg mit tudom én ilyen problémákkal. Na mi van? Ne vágod még máma? Én lejjebb akartam, de úgy látom, hogy ilyen ruszki módszerekkel elvágni a kipörnek, jó? Csapjuk neki.
Félek álmos sorskártya dolog. Bazza, ez egy nem azt a betyáró istenedet hallod. Ez egy mekkora fogó gyereke. Szóval megvadulunk, amire ide, amire leágazzuk. Öcsém, ez mi volt ez a nagyfa te? Hallod ezenben mennyi? Ez nem számítottam rá, hogy ez ekkora fa. Hallod, ezt úgy kell leengednem az ágait, nem, hogy ide agyon csaptjon, bazza. Hallod? Az egy krumpli földre rádütöttem. De jó, hogy nem tudod lábbal-kézzel kitaposni, úgyhogy ilyen probléma nincsen, szóval nem kell beszarni. Nem kell beszarni, gyerekek. Kivág egy ilyen izét, egy ilyen akkora fát, mint a... Jézus Isten. Hallod? Figyeld el! És még nem a legmagasabb poggyán vagyok. Á! Hallod, ez mekkora fa te? Hallod, ezt felrakom a izére, de jó lenne egy pótkocsi. A pótkocsit ugye utána tudnám akasztani esetleg ennek is, a terrautómnak. Azt a becsár! Hallod, izé, kilátó! Te Jézus Mária, mekkora fa ez? Baze, amire legajazom, leágazom, arra izé, lemegy a nap. Hát hülye vagy? Opa, le is estünk, jó van. Jó, hogy nem lehet kitörni a lábunkat, mi? Gyerekek, ez nagyon beteg állat. Oda át kéne ugrani arra az ágra, figyelj! Ilyen izé, ilyen szögdelek így az ágaknak. Ha... Ez szerinted mennyi? Hát ez egy izé, egy ilyen 50 méter fa minimum, nem? Nem ennyi, már valamit vágjanak. Az a baj, nem akarom rajtadni a lombot, mert az itt elkezd itt tekerengni, meg mindent, tudjátok miért az. Azt se látod, hogy merre van előre. Na jó, van, oké, mindjárt végzünk. Az még a mi fánk ott magasan? Isten. Alulról tudom? Valószínűleg nem. Mi? Föl tudok itt ugrani rá? Te akkor... Ha föl tudtam, hallod? A másik végérű. Jó, ott még van egy kis lombodat. Csak tudom, hogy vágom ezt le innen. Már elvileg ezt itt lecsifel a végét talál, akkor el is tűnik, de... Remény... Ja, jó, oké, el is tűnt. Meg... Az még az a magas. Azt a betyár, odarézi, hallod? 50 méter fa. Ezt felrakom a szelkérre. Hát ez brutális lesz, gyerekek. Az brutális lesz. Júj, és mindjárt izé lesz! Mindjárt tudod, mi lesz. Sorskártya, nagyon parázok, de lehet, hogy nagyot fogunk kaszálni, lehet még egy földet is nyerhetünk, sőt, még 100 millió eurót is nyerhetünk, úgyhogy minden adott a... Azt a betyá... Allo, de ez mekkora fa, és milyen jól leagaszta a kipot. Figyeljetek, akkor már sorskártya, jó? Sorskártya, akkor itt vagyunk a... T-modellnél. Menjen, bazd, menjen, ne szarakodjunk, mindjárt várja, mentek egyet, jó? Úristen, gyerekek! Sorskártya! Story kártya, kapaszkodjatok, baze, és akármilyen szart húzok, soha nem fogom azt csinálni, hogy mit, nem is, nem fogok semmit soha, nem fogok újrahúzni, vagy ilyesmi. Úgyhogy arra készüljetek fel, jó? Hogy ez mindig úgy fog történni. Na, story kártyák, gyerekek, a story kártyák itt vannak, ugye vágjátok, még mindig 30 darab van, de fog bővülni mindenképpen, sőt, már néhány ötletem is van, és küldtetek is néhányat. Jöjjön a road program, gyerekek! És akkor beütjük ugye, hogy 30 darab kártyánk, 30 darab számból kell rollolnia, és akkor adjunk neki, Sanyi, úristen, roll! 9-es! Betörtek hozzád, dobj még egyet, ha páros, egy eszközödet lopták el, ha páratlan, akkor egy gépedet! Ne! Jaj, ne! Jaj, ne bazze! Most azon gondolkodok, milyen gépet... Most két gépen van! Na! Betörtek hozzá, dob még egyet, ha páros, akkor egy eszközödet lopták el. Jó, na nézzük. Páratlan, bazze! Ellopták egy gépet. Na most aztán dönt... Á, gyerekek! Hát akkor most van a baj, vaze.
Vissza megállítva egy picit az időt, ezt át kell gondolni, bazze. Nem gyorsítunk, megállítjuk. Úristen! Újúj! Csak a teherautó. Traktorra kis... Nem tudok semmit csinálni, hogyha traktort. Csak a teherautó. Jó, 912-ünk van. Nézzétek meg, ugye 912-ünk van, és ilyenkor, hogyha ellopják a gépünket, akkor azt úgy fogjuk megoldani, hogy ugye eladjuk. Elkelt, tessék az. Eladjuk. És most vágtunk ki egy fát a krumpliföldre, amit nem fogunk tudni elölni. Kis 912-ünk volt, tehát akkor azt csináljuk, hogy dev módba minusz 3125. És plusz 912, ugye? És akkor ugyanott vagyunk, mint ahol voltunk. Oh shit! Bazza, itt ez a nagy fa, ide vágtam! Hallod, most legyen okos domonkos, bazza, most legyen okos domonkos. Most mit csináljunk? Fú, bazza, hallod, mentek egyet, rámentek. Nem, mert nincs vissza út, bazza. És képzeld el, még egyszer kirobnánk ugyanezt, és traktort elveszted, érted? Kézzel holtod a fát, bazza, be a izébe. Vagy nem tudom, mit csinálsz, talicskát keverni. Bazza, ha mit csináljunk? Meg kell nézni, most nagyon, nagyon fontos, álljál meg gyerek, álljál meg. Meg kell nézni, az egyémnél nincs valami talicska, amivel fel, nem tudom, meg komolyan mondom most, meg hogy lőve gyerek. Hoppá, milyen 4000, úristen, hallod. Ó, figyeld, van ilyen transporter, gyerekek, vizét traktorra lehet rakni, és 1400-ba fáj, 1400, jegyezzük meg ezt. Talicska van, van egy ilyen transportroller, az nem baj. 1400, az alja, ugye? Nézzük tovább, ezeket nem használhatjuk, nem tudjuk, jó. Nézzük a pótkocsikat, mert más nagyon nem lesz. 1400-ban van az a hátsó tároló. Itt meg van 7, ez a 14K-snak a jövő. De pazze, ez lehet, hogy izé lesz. Ez lehet, hogy a traktor után olyan szar lesz. 1400-at valahogy nem tudunk összekoppintani. Gondolkozzunk, gyerekek, gondolkozzunk. Mire nem lenne nagyon szükségünk? A krumpli ültető azért jó, hogyha megvan. Pazza, egyáltalán nézzük meg, mink van, bazd, nem? Nézzük meg, mink van. 1400-ra az lenne szükségünk. Ó, a krumpli ültető... Ez az eke egyébként most annyira nem kellene. Ha kellene 1400-at összekapnunk, az azt jelenti, hogy... Kellene 500-at kellene összekapnunk, 500-at gyerekek, 500-at. Ezt úgy vettük, ugye? Jó, ilyen kocsit meg, amik megvoltak, ezek a tipikus izék, azokat nem adjuk el, érted? Azt nem. Hanem csak abból gazdálkodjunk, ami tényleg, hát az épületet ne adjuk el. Azon gondolkozok, eladom a boromát. De ugye, hogyha bevinném, akkor többet adna érte, azt hiszem. De igazából az ekét kellene eladni. Az ekét kellene adni, de úgy, hogy haza elvisszük. Na gyerekek, eladjuk az ekét. És abból veszünk egy ilyen hátsó tárolót, amiben ugye tudjuk a fát is szállítani. Úgyben. Nem tudom, mekkora az a hátsó tároló, nehogy nagyon pici legyen. A TZ4K-nak nem akarom megmenni a pótját, ez ilyen nagyon pici, meg nem is olyan szépen van kidolgozva. Meg azért hadd szívjuk, meg nagyon kíváncsi vagyok, ez a tipikus, nem tudom ilyen... Ti ismeritek ezeket a hárompontos csatolós függesztett hátsó tárolókat? Nálunk ez ilyen nagyon gyakori, ilyen maszek megoldással készítettek a traktorosok maguknak, és akkor ugye abban így tök jó, mert gyakorlatilag nem kell pótkocsit húznia, hanem könnyedén tud vele bármit szállítani. Na, úristen. Elvesztettük ezt a szart. Nem tudom, tudok-e lekötni azon. Az egy kicsit problémás. Na, várjátok, majd mindjárt kiderül. Megvisszük az ekét, megnézzük, mennyit kapunk érte ott. Elvileg nem is tudom hány százalékkal. 50 vagy 25 százalékkal több, hogyha ott adom el. Úgyhogy ezt ne felejtsük el.
Ilyen zsákokat meg ezért nem tudok eladni. A ganyét azt nem veszik valahol? Várjál már, hol? Basz, olyan régen játszottam ezzel, hogy ezt nem tudjátok el. Nem idő van. Ja, hogy bérmunkázhattam volna, úristen, bérmunkázhattam volna, miért nem mondtátok, gyerekek, miért nem mondtátok? Azon gondolkozok, hogy ganyét nem tudna eladni. Ganyét szerintem valahol nem tudunk eladni, jó van. Semmit nem tudunk eladni, saját tárolóban ugye nulla van természetesen. Érdekes, a ganyét azt ugye nem mutatja. Jó. Ja, tudtam volna bérmunkázni, nem baj. A bérmunka az meg túl egyszerű lenne, mert ugye az elég jó fizet ahhoz képest, hogy milyen állapotban vagyunk. Hadd szenvedjünk egy kicsit meg a pénzünkért, úgymond. Szó szerint. Azért. Nem baj, gyerekek, lehetett volna rosszabb, hogyha elveszítem az épület, nem tudom, vagy a földemet, vagy akármi, egy csomó minden lehetett volna, történhetett volna rosszabb. Meg van olyan sorskártya is, hogy tényleg, hogy kártyázol, próbálsz földet nyerni, esélyed van földet nyer, de érted, egy eszközt vesztettem volna el, szabadon választottad, adtam volna a kapámat. Nem hiszed el? De annyira, bazzeg, komolyan mondom, én nem bánom, hogy elvitték azt a gépet, mert ha belegondolsz, mennyivel érdekesebb a játék, tök feldobja szerintem, tök bírom. Tök jó, hogy vannak ilyen fordulatok, és teljesen függetlenek tőle, de én nagyon élem ezt, gyerek, nagyon élem. Megnézzük ezt a hátsó csatolót, de félek tőle, hogy fát nem tudok vele vinni, akkor lesz a baj, gyerekek. Akkor nagy baj lesz. Na várjál, megnézzük. De én el akarok adni, ilyen. De mi van? Mi van? Már ezt lehetett kézbe fogni, nem? Ez nem olyan nehéz. És mi van? Mi vagy az eladni itt? De nem, hát... De nem, és miért nem adja el, bazza? Nem jó helyen van, mi van? Hallod, nem világít a izé. Nem tudod eladni, tesó. És azt próbálgatom, hogy... Idébb-odébb rakom, de miért nem engedi eladni? Hallod, elvileg többet adna értem, most azért elhoztam ide. Ezt bírom, amikor... ilyenek vannak. Nem világít, bazza. Nem világít az eladás, hallod? Rakjuk rá a gépre, próbáljuk meg úgy azt, hogy ki tudom választani. Hát nagyon becúvisztuk, gyerekem. Gondolok egyébként még valamire, hogy mit fogok csinálni, mindjárt megnézzünk valamit. Nem tudom, megpróbálom így, hogy gépem ma átfa, nem vagyok már biztos benne. De figyelj csak az eladást. Csak a valamit akarja. Nem enged így eladni, bár ez beszarsz neki, hallod? Eddig elvileg el kellene neki így is. Úgyhogy tényleg nem az én hibám. Mert azt... meg akartam nézni konfigurálást. Ilyenkor már nem adja vissza a pénzt, mert ugye az pénzbe kerül nekünk, hogy itt konfiguráltuk keskeny gumira, de az már megvan, akkor azt már nem kapjuk vissza. Jó, hát akkor kénytelenek vagyunk így eladni, és így meg kevés lesz az a rohadt pénz, hallod? Hát de... Grumpli pörgetőt nem adjuk el. Eladjuk akkor a izét, eladjuk a kultivátort. Tudunk szántani, akkor nem kell kultiválni. Igaz, hogy százszor addig tart. Jó, eladtuk a kultivátort. A rohadt életbe, gyerekek. Azt meg lehet, hogy elhoztuk volna, akkor jó lett volna, de nem akartam itt már húzni az időt. De viszont most meg az ekét nem fogom tudni visszavinni. De vissza fogom tudni vinni, mert ugye felrakom majd. Ha mindjárt megvesszük azt a izét, azt a hátsó csatolós témát, az azt hiszem ugye az egyébnél volt. Valahol láttuk. Hát itt van. De várj, ez nem is mod! Hülye vagy, bazze? Ez nem is mod.
És felejtettem, ez nem mód. 1500 literes, nem olyan rossz. Lehet nagyobb ittani. És ingyen be, hallod? 3000-re. De várjál. 3000-be. Jó van, oké. Szerintem lekötni nem fogunk tudni benne, de kuglifát azt tudunk beszállítani. Jaj, ez nem is mond, elfelejtettem, basszus gyerekek. Na jó, nézzük mekkora. Hát reméljük, hogy nem fogja hagyod vágni az MTZ-t még ráadásul, mert azt mondja, hogy az MTZ-re meg súlyt meg nem tudsz rakni. Mert ugye nincsen rajt elő 3 pontos se. Na gyerekek, hát nem sok fa fér ebbe, bazze. Nem sok fa. Jé, gyerekek, komolyan mondom. A szívrohamot kapok mindjárt. Hát de... Jobb lett volna a TZ4K-nak a ideje, úgy látom. Ó, de tudunk lekötni, jó, az jó, az jó. Az jó, ha tudunk lekötni. Ez ugye nem egyből száll be, azt egy kicsit fura. Nézzük meg kívülről. De nem olyan kicsi ez a more. De szerintem azt a betyár, hát ez úgy dög... Jaj, a traktor more. Emeli ám az elejét. Olyan kormányzott lett, mint az atom. Jó van, gyerekek. Benne az eke more. Ez ugye nem köti le természetesen, úgyhogy óvatosba. Basszus mekkora, ez jó, ez jó, ez jó. Megoldjuk a demogat, gyerekek, túlélünk mindent, most már mehet tovább az idővel, megnyugodott a keeper, jó? Oké, hogy a krumpli is nagyon jó, ebbe igazából tudunk szállítani, kiváltottuk. Kiváltottuk a Fordot, csak attól félek, ezt megrakom fával, gyerekek, ez úgy hanyad vágja az MTZ-t, hogy el nem hiszed. Ezt tudom engedni, meg sülyezteni? Aha, ez tök jó, mert tudom rakni majd úgy, hogy, hogy lesülyeztem. Jó, és ez tud billenteni? Azt nézzük már meg. Szerintem ezzel tudok? Ki tudom nyitni X-el? Jó, van oké, gyerekek. Szóval úgy akkor ki tudom üríteni? Na, arra gondoltam, hát valahogy csak ki lehet üríteni, hogyha lehet belerakni. Jó van, baza. Ez nem volt nagy üzlet. Hú, de jó. Jók ezek a sorskártyák. Nagyon-nagyon várom mindig a páros részeket, hogy tudjam csinálni ezeket a story kártyákat, mert nagyon, engem nagyon érdekel. Ugye azért olyan nagyon drasztikus dolgok nincsenek, most egy gazdagabb pillanatunkban kapod volna el azt, hogy elvesztünk egy gépet, hát nem lenne volna nagy gond, mert a legolcsóbbat kiválasztjuk. Jó, a kultivátorunk elment a levesbe, szóval a kultivátor árát mindenképpen meg kell kerestünk, gyerekek. Úgyhogy erre el kell figyelnünk. Várjátok, mindjárt kiveszem a jövőt, lekét. Ja, a középségérgömbom még mindig nem jó, úgyhogy valamit kitalálok ezzel. El kell fordít pedig. Ó, te! Hát komolyan mondom, mint a zsíros kegyér, baza, hogy az Istennek nem esik arra a részére, aminek akarod, nem? Oda nézzél, hát most megoldottam, jó, ez ide jó lesz. Oké, ez még jó, hogy lehet ezt cipelgetni. Egyébként ez nem mod, hogy lehet cipelgetni, ez könnyű. Ugye megvan, hogy milyen súlyt tudsz vinni magaddal, szóval ez nincsen. Nincs benne semmi trükk. Na gyerekek, nagyon jó. De azért férfa, na. Ez férfa belőle, tök jó, tetszik. Meg is van oldva itt a probléma. Egy kicsi közjáték, egy negyed órás közjáték volt. Ezt le is engedem, leteszem a földre, hogy hadd legyen, könnyebben bele tudom célozni a fát, tök jó, tetszik. Na viszont ezt jó kicsire kell vágnom, mert szerintem ez egy még kicsit nehéz lesz. Apám, amire elordom ezt a fát, de viszont ebből azért lesz pénzünk. Kell vennünk egy izét, kultivátor gyerekek. Nem bírja? Tisztelően se bírja bazza. De miért nem írja ki, hogy túl nehéz? Ki szokta? Ki szokta írni, hogy jaj, de túl nehéz, meg ilyen hülyeségek, nem? Apám! Lehet, hogy fel kellett volna emelni, mert mégis csak láttuk volna, hogy az MTZ-em hogy van túterhel velem. Hallod, milyen vastag te? Mi a fasz? Ez miért nem... miért nem veszi föl? Nem hiszem, hogy ez olyan nehéz.
Jó pudvás nyárfa ez, gyerekek. Lehet, hogy be van ide szorulva. Öcsém, micsoda kuglik, hallod? Én egy ilyen hordó. De tök jó, le lehet engedni valóságban. Mondjuk alá kéne vágni, tudod? Ugye nem így kéne vágni, amikor így megvan. Mert akkor megszorulna a fűrész, hanem alulról kéne bevágni. Azt úgy nyílik alul akkor a fazéper. Mindenom, az vágja mindenki. Hallod, ez így nagyon megállt. Hát ez nem így kellene lennie. Na várja, vágjuk be ezt a időt. Nem, vágjuk akkor a végétől. De is tűnik. Na nézzük. Talán akkurátusan szépen a tövébe. Nehogy ilyen ágos-bogos fákat csináljunk. Focsuk a pofámba a fűrészporból. Na nézzük, na. Hallod, ezek olyan nehezek, apám. De egyébként ki szokta írni, hogy mit tudom én, nehéz, nem? És például miért nem emel meg egy rohadt fát, hallod? Na, egy volt másik is, próbáljuk meg azt. Gyereke, na de ezt viszi. Na, nem kicsi eső, azt azért, ja. Valószínűleg egy kicsit azért nagyok. Nézzük, szépen igazolik. Hát ezt lehetett volna keresztbe is, na mindegy. Jó, hát ez még mindig nehéz. Hát azokat a kuglikat akkor mire kell felvágnom? Úristen, mire fogom eltermelni én ezt a fát innen a krumpli földről? Hát nem gondoltam volna, hogy ez lesz. De hallod? Nem fogja meg. De... és ezt megfogta, a másikat nem. Nem, hogy már... mondjuk tényleg mindig, amikor így álmozom onnan, akkor látom, hogy ezek nem olyan könnyűek azért. Azt a nagy dögöt nem fogja meg. Hát akkor azokat a kuglikat mire kell felvágnom, gyerekek? Ha? Ez az, hogy itt eleszek vele 100 évig. Na, valamit keresztbe jobb lenne egyébként elrakni, de az idő is pénz. Mint hogy itt artforgat. Ezt nem bírom el. Egyszerűen nem bírja el. Hú, gyerekek, itt eleszünk egy darabig, apám, azokat a nagy publikat mire ízni szerintem. Nehogy azt mondta, hogy még mindig nem bírod el, öcsém. Ennyire nem lehet cingár, baze. Ezt még mindig nem bírja ezt érted. Hiába kattogatok én itt erre. Nem mondod, hallod? Hát mi van, le vagyunk gyöngőve, vagy mi? Hát hallod, nem bírja el. Hát beszarsz. Tennél nagyobbakat szoktuk azért szuperni, nem? Mi van már itt? Ne szórakozzá! Hát mindjárt őrülök, baze! De azt nem értem, hogy szokta írni, hogy ajajaj, túl nehéz, meg ilyen hülyeségeket, nem? Hát baze, akkor itt ez meddig fogom már itt ezt kuglizgatni? Öcsém, ki kellett vágnom ide egy 10 köbméteres fát ide, azért a kerbe, teleg végébe. Na, ezt a viszi, jó van. Érdekes, hogy van ilyen ekkora karikákat. Mondjuk, ja, ez is segítsi, vagy az seg... jó van, így már viszi, jó van, oké. Okay. Jó van. Jó van, gyerekek, csak egy kicsit valahogy, nem tudom, mondjuk ekkorában nem igen kell rendezni, hogy jaj, ekkorában nem igen kell annyira elrendezni. Hát akkor, mint egy fél traktorban, az egy ilyen kugli. Nem csoda, nem viszi el a csávó. Hát ezt se viszi el, ezt se viszi el. Ezeket mind félbe kell vágnom. Hát tűzifának viszem, bazze. Ezt nem adnak érte sokat, ugye a videó hosszabb, annál jobb. Hát ezek nem igen, hát ez nem igen hosszúak, adag vagy 30 centi vagy 20 centis vas darabok. Mármint izére, mondom, hosszra. Jó. Hát öcsém, amire ezt letermelem, mondjuk a vékony része az már egy gyorsabban fog menni, hanem gyerekek. Azt kéne, ugye akkor hosszabb lenne, akkor ki lehetne lógatni, meg minden ilyen csoda dolgot lehetne csinálni, csak így. Ekkora darabokat, gyerekek, hát hova rakom el? Nagy kuglikat. De ezt nem, hogy miért nem fogja meg? Ezt nem fogom meg, vagy nem értem meg. Ezt csapja be. Hova? Mi van itt? Ezt így... érdekes. Ez ilyen nagyon tömör, viszont ágas. Megvadulok, gyerekek. Na. Na végre, bazze. Mi van ott? Az mi? Az olyan furcsa viselkedik, mint hogy ilyen tök nehéz lenne. Azzal ez valami baj, figyeljétek meg. Ez meg érdekes. Ez még ne repüljél, az apám. Aranyapám.
Repülő. Ezek hiszik valami nagyon furcsafák, gyerekek, vannak bajok itt. Azt a betyár. Hát ezt kellett kivágnom, ezt a nagy debilfát. Valami ilyet soha ne engedjetek. Inkább azokat a fenyőket vágtam volna itt ott a ház mögött. Isten. Jó, ez lenyomta. Lenyomta azt a picit. Érdekes, gumifa az. Mi történik? Mi folyik egy gyöngy? És ha jól van, már kuglik azok alakulnak. Ja, érdekesen állnak ezek. Ezek a nagy kuglik, ezek elég furcsa fizikával rendelkeznek. Mindjárt evágom bazze hosszába, hallod? Hű, gyerekek, ez tényleg ezt a fát, amire fölcsapom. Kéne vinni szerintem egy fordulót ezekből a kuglikból, mert itt ez elég nyavajáson néz ki. Vagy pedig úgy kéne, hogy lekötöm az... Nem tudom bazza, hogy egyáltalán el fogja bírni a traktor. Hát ezek biztos rohadtná ezek, mi? Isten. Hát mekkorák ezek, akkora bazza, mint az fél traktor tényleg egy ilyen kugli. Te édes Isten, hallod? Ezt lehet, hogy el fogom vinni. Azt a betyárja. Ja, jó van, vigyük el. Jézus Isten. Na. Felemeltük, aha, felemeltük a traktornak az elejét. Jó, meglátjuk, hogy mi lesz. Na. Az első kerék, az konkrétan nem kormányoz, hanem csúszik keresztbe. Oda né. Oda né. Ilyen izébe szokott lenni, ilyen orosz, meg ilyen indiai videókon, amikor így közlekednek, hogy az első kerék így fönn van, érted? Jó, hogy jaj, nem fordul a traktor. Hallod, figyelj, hiába tekered akármerre a kormányt, az így megyünk egyenesen. Szerintem, ha ráfékezek egy kicsit, azt akkor jó, akkor tudok talán valamit kormányod. Na hát, ez egy mananyag rajt. Ezt tudjátok, mit kéne? Kilógatni előre, a sárvédőkre. Hátsó kerék sárvédőire, izét. A fákat, hosszúakat majd. De egyébként tökéletesen így viselkedik egy ilyen traktor, hogyha itt így van megterhelve a hátul. Nagyon tetszik, csak azért lejjen lesz szenvedni. Csak akkor kormányoz éppen a kerék, amikor ugye leér. Ugye nincs az a gond, bármint, hogy megyünk. Szóval csak a kormányozás egy kicsit problematikás. Meg az első... Hoppa! Itt van egy kuglifa. Ezt itt elhagytuk azt szebb gyerekek, de azért pont rávegy a hülye keeper. Látod, ez a fenyő, ez ugye sokkal könnyebb, mint a... Persze, azt még fel kell rakni, hát hogy de? Hát komolyan volt, bérde kell, de felrakod ezt még azt a fát, mi? Azt a fenyő. Ez mondjuk nem olyan nehéz, de hát... Próbáltam fölkötni. Hát jó van, ez lehet, hogy itt rohadt meg. És el is gurult valahogy, jó van. Ó, hagyjuk inkább. Figyelj, leengedném. Ha leengedem, jó, mert igaz, hogy csúsztatjuk végig, húzzuk. De legalább lenne az első... A kormányzáskor leengedem, gyerekeket. Utána meg fölemelem, egyenesen megyünk. Ha éppen bele akar vágni minket az árokba, akkor majd leengedem. És akkor leír az első kerék. Mert így egyenesen még evickélünk. Néha leér az első kerék, és akkor tudunk egy kicsit korrigálni. Hát konkrétan levegőben van ám. Tényleg. Figyelj. Nagyon adja. Jaj. Ezt még szerencsére nem akadtunk el. Az a baj, emelkedő is lesz. Majd mindjárt jön az aszfalt. Jók vagyunk. Slip az 37% direkt be, az azért is, mert ugye levegőben vannak az első kerekek. És ezt így fixen tartja. Ó, na, most le kell engednem. És leengedtem. Ha leengedem, akkor ugye lenyomja az elejét. Föl kell emelnem. Föl sem egy more. Jaj, ne, hát az izé kerekek vannak, azt... Jézus Isten! Gyerekek, itt sár van?
Első kerék az semmit nem ér. Jó, izé kerekeket felhagytuk be, az a vékony kerekeket. Nagyon jó, elmegy oldalra. Lehet, hogy úgy kéne föltolatnom, nem? Mondjuk amire megfordulok így. Ugye lendületet veszünk, gyerekek, ugye lendület. Lehet, hogy ki kellene cserélni a... adjunk neki. Menj! Megint ugyanúgy bevegyünk oda szemben, mert nem baj. Egyébként itt valahogy nem tudunk átvágni. Rossz foltosra. Jó, bazza, itt van egy izé. Beleakadunk. Várjál, tolassunk. Tolassunk jobbra. Van jobbra, beleakadtunk, de jó. Na, nem hiszed el, hallod. Nem hiszed el, hogy megtörtént az esemény, gyerekek. Itt van egy ilyen rohadfa. Ilyen nyárfecsemete. Itt előttünk, várja. Oh, te Isten. És most meg nem engedi majd kivágni, gyerekek? Aha, mert nem a te földön, gondoltam. Nem tudom, mi a szarba akadunk el? Ne kell engednem. Az első kerék akkor el ebbe a nyársot csemetébe? Vagy mibe akadunk el, gyereket? Aha. Érdekes, átmenni átment rajt. Jó, megoldjuk. Jó, fölveszem. Ne essél bele, ura, ne essél bele. Vissza! Lendületbe, gyerekek! Adjál nekem ezzel! Le kell cserélni bazzá ezeket a vizslikumikat! Jaj, árok! 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 Majdnem belementük az árakba, more. Jézus, jajjaj! Újjaj, újjaj! Kicsit ilyen halálos iramba feelinggel megyünk, amikor a Dodge Charger vagy Challenger... Bazza, hogy lapom, hogy sokáig. Le kell engednem. Jó, mert akkor kap egy kis kapodást az első kerék. Egyébként azért nem folyamatosan leengedve mentem, mert így meg folyamatosan rüszöl a hátulja. Elkoptatjuk a izét. Cuccuk. És nagyon-nagyon-nagyon nem akar. Jaj, baszik, mert a kormányzás nem nagyon megy. Ezt jó rácsesztem ezzel a cuccal. Mert talán rohadt nehéz szerintem ez a fa, vagy nem tudom, hogy már ez. Mondjuk ez az alja, ez a tucskók, ezek biztos nehezen voltak. Kíváncsi, hogy mennyit kapunk érte, valami megemelem most, figyelj! Ahogy emelem, már emelkedik az eleje. Tekerheted ám a kormányt, azt sem értelme. Igen, izéket kell, vissza kell rakni a másik kerekeket. Gyerekek, hát igen, erre a gépre nem tudsz orsúlyt rakni. Az a baj. Nincs izé, nincs három pontos elő. Nem tudod felrakni rá az orsúlyt. Ha csak nincs neki valami gyári orsúlya, érted? De nem tudsz. Egyébként azon gondolkozok, hogy lehet, hogy erre a fajta gépre tudsz homlokrakodót. Csatlakozót, és akkor homlokrakodóval, hogyha valamit megfogná elől... Babuk le. Homlokrakodóval megfognál valamit elől és előre megnyújtanád, akkor lehet, hogy esélyes lenne, de hát a gyerekek olyan szinten túl van már terhelve a gép. Ezt nem erre találták ki, Mone. Jó, föl kell emelnem, elakad. Ezt a rendőr meglátná, a földhő vágná a kalapját, azt mondaná, hogy nem csináltam. Jaj, az főnöknek a Merci. Vagy mit tudom én, mi ez valami Opel Insignia, vagy nem tudom mi volt ez. Mennyit adnak ezért? Atya Isten! Egy pótkocsit kell szereznünk, egy normális a gyerekek, ezt meg... Hát ha nem is eladjuk, de meg... Mit tudom én, valamit kezdünk. Egy pótkocsira gyűjtsünk! Úristen, mert ezzel nem fogok kibékülni. Ja,
Hát, azt a betyá. Na! 2300! Úristen, de jó! Úristen, de jó! Hát igazából azért megszenvedtünk érte testvéreim az úrba, azt hiszem a pótkocsi akkor meg is van, ugye? A kedvenc kis pótkocsimra gondoltam. Erre a kis izére. 2390, hát nincs meg. Egyébként nem szívesen adnám el ezt a kis kotlát, mert azért eldolgozgatni el lehet ám vele. Hogyha nem ilyen extrém dologra használod, hogy tele vágod ilyen nagy fákkal, akkor lehet, hogy tök jó használható. Meg amúgy tök jó viszi a gép. Meg főleg egy nagyobb traktor ugye tök jó vinni. Úgyhogy lehet, hogy gyorsan még egy kört menjünk. Még egy kört megyünk, hogy legyen meg a pótkocsi ára. És utána akkor arra a pótkocsira már fölfér az egész fa. Jó? Nem is kell olyan túl sokat. Vagy pedig azt kellene csinálni, hogy mégiscsak eladni ezt, mert eléggé használhatatlan. Lehet, hogy azt kellene, hogy akkor ezt visszavisszük, azt eladjuk, gyerekek. Az lesz. Visszavisszük, eladjuk, veszünk egy olyan pótkocsit, és arra fel tudunk szórni rengeteget. Az egy hatalmas nagy pótkocsi egyébként, főleg ha magasítóval veszed. Egyetlen egy problémája van, hogy elég instabil. Eléggé... Hogy mondjam... Ugye mivel... forgozsámolyos. Emiatt, hogyha bebicsaklik a forgozsámoly rész, akkor olyan szépen borul, mint az állat. Hát, mint minden forgozsámolyos pótkocsi, hogyha keresztbe állítod a forgozsámolyt alatta, akkor nem a leg ideálisabb. Egyébként ezt viszont meg azért könnyű vinni, mert ugye nincs izé... Nem húzod magad után semmit, hanem csak gyakorlatilag szólóba megy a traktor. Nem olyan rossz cucc ez, de egyébként amúgy is izékbe gondolok... Hoppá, itt árok van, tesó. Úgyis ezért gondolkodunk retro dolgokba, úgyhogy inkább eladjuk ezt. Jó, hát előbbre még mindig nem vagyunk, de hátrébb sem nagyon. Igaz, hogy elveszítettük az autónkat. Egy bajom van ezzel a traktorra, megmondom olyan szintén. Nem is az, hogy ne gyenge. El lehet vele lavírozni még ebben a környezetben, hanem az, hogy lassú, mint a tetyugat. Most tudom, 26 vagy mennyivel tud menni, azt negyed óra, mire átérsz egyik helyről a másikra vele. Nem rossz amúgy ez a cucc. Nem rossz ez a cucc. Úgy gyerekek, ha még egyszer kihúzzuk ezt a kártyát, akkor bukjuk a traktorunkat. Hát akkor szó szerint az lesz, hogy kézbe visszük a fát. Nem tudom, semmilyen körülmények között nem csalunk, meg nem adunk fel semmit, meg nem csitelünk be pénzt, meg ilyesmiket, úgyhogy... Ez így lesz, 1390 pénz, ezt szépen eladjuk, nem is tudom mennyire vettük, 1400-ért, úgyhogy bőven lesz belőle pénzünk. És akkor pótkocsit veszünk, egy jó ótfar pótkocsit, azzal tudunk mindent számítani. Jobb is, mint a T-modell, mert a T-modellen csak fát tudtunk szállítani. Szépen nő a krumpling, gyerekek, figyeld! Ugye bele vagyunk pörgetve az időbe, szépen öttel. És így azért gondoltam, hogy itt csináljuk, hogy nem az, hogy belepörgetünk az időbe, hogy megnőjön a krumpling, hanem így szépen közben tudunk dolgozni. Szerintem ez sokkal inkább... Egy kivágódó. Ez itt sokkal inkább realisztikusabb, hogy folyamatosan megy az idő, és közben dolgozunk mást. Fát hordunk. Szerintem ez így tök jó. Lehet, hogy így kellene mindig, ha lenne egy ilyen szabály, hogy mindig mennie kell az időnek. Bár sötétben nem szívesen dolgoznék. Mondjuk aludni meg lehet, úgyhogy azt meg lehet oldani. Ugye, hogyha van farmházunk, ami nincsen egyébként. Ja, ez 23-a vége ennek. Hát a 80-82-esek, meg az 50-esek sem mentek túl sokkal, azt hiszem, hogy amikor a... Úristen, milyen... Nem tűnt kevésnek az a sebesség. Régebben ugye... én a faterra nagyon sokat traktoroztam, és ő takarmányos volt, az azt jelentette, hogy ugye... Az egyik faluban volt csak bunkersiló, és akkor onnan hordta át az állatoknak ugye a takarmányt. Különböző falukban lévő tiesztelepekhez. És ugye közúton mentünk nagyon sokat, 82-es MTZ, tök ilyen furcsán kopott a gumia tőle. Hogy mindig aszfaltozott, a közepe kikopott, és ilyen nagyon éles volt a széle a guminak. Két oldalt szinte. Magasabb volt a guminak a mintája szérül, mint belül, azt így tök nagyon furán nézett ki egyébként. Nem is tudom miért traktor, tehát az volt, traktora volták, mert az volt, hát miért ne. Megpróbáljuk eladni a fátot. És... Mit akartam?
És ilyen 40-45-tel ment. Annyival tudott. De akkor már kikapta a belét az MPD, tudod? Akkor már nem pörgött. És azért nem tűnt kevésnek, sose gondoltam azt, hogy kevés. Pedig, hát jó, akkor még sokkal kisebbek voltak az ilyen sebességek. Állítsuk meg a motort, úgy utálom, hogy itt ketyeg. Na, ezért már nem van eladás, látod, erről beszéltem, érték. És gondolom számít az üzemóra, meg az állapot. És majdnem ugyanannyi le tudjuk adni, úgyhogy ez tök jó, ez most nagyon megérte. Jó biznisz volt, szuper jó, pótkocsit kellene akkor néznünk. Hát figyeljetek, én úgy gondolom, hogy ennél nagyobb nem kell egyelőre, meg ez ilyen kis tök jó is. Mennyibe kerül? Plusz 700-ba kerül a izé. 3200-ba kerül a nagy kapacitású. Hát figyelj, 11700 liter. Szerintem tök fölösleges, megmondom miért. Mert izé például vödörrel kell majd felmernünk, mert krumplit már nincsen homlokrakodónk. Egyelőre, vagy nem tudom, hogy oldjuk meg. Meg igazából ez nagyon magas. Úgyhogy szerintem ez bőven elég lesz. Ez bőven elég lesz, 5000. Jó lesz az gyerekek nekünk. Meg itt csak 2500-ba fáj. Oké. Okay. És akkor már mehetünk is érte. Tökéletesen illeszkedik szerintem ehhez a régi MTZ-hez. Biztos nagyon várjátok egyébként, hogy legyenek már új modok. Én nagyon hiszek nektek, hogy várjátok. Meg sokszor írjátok, hogy mikor új UTB, meg mire. De meg kell érte szenvedni, gyerekek. Meg kell érte szenvedni. Egyébként elmondom neked, én jobban örülök a pótkocsinak, mint a T-modellnek. Mert a pótkocsin mindent tudunk szállítani. Sokkal nagyobb platója van. Sokkal hasznosabb. Sokkal hasznosabb ez a pótkocsi. És nem olyan kicsi jelmezni, én már meg hallod, tök jó. Ó, ez jó lesz nekünk, gyerekek. Nem olyan magas, ebben fölfér egy csomó fa. Jól pakolható, tök jó. A következő részre mindenképp kell egy új egeret intéznem magam. Ó, hát ez nagyon jó ez a portkocsi. Ez nagyon illik ide. Ez nagyon illik. Ó, jó lesz ez, figyelj, kezdődek, jó lesz. Frankó, gyerek. Mennyibe veszik a krumplit? Mennyire jó éri meg egy krumplit termelni? Ezt meg kellene nézni, Márián. Krumpli termelés, egyébként veszik egyáltalán krumplit? Megörülök már. 265. Húúú, gyerekek. A pályaudvani malomba veszik. Más nyavar. Hát... Rossz se tudja, hogy nem valószínű, hogy nagyon megéri. Egyébként nagyon sok kevés dolog kell hozzá, úgyhogy... Ez van. Szerintem földre kellene gyúrni legközelebb, és akkor oda sok krumplit elvetni. Ültetni. És akkor ott már talán jobban megéri, és kellene egy vagy homlokrakodó, vagy pedig egy olyan betakarítógép, ami nem a földre rakja a krumplit. De olyan meg nem nagyon lesz. Úgyhogy közben meg majd kellene gyűjteni. Meg kellene nézni a kombájnokat. A kombájnok a legdrágább dolgok általában. Ami ott van a legolcsóbb kombájn mennyibe kerül, mert akkor tudnánk majd később már mást is vetni. Nem csak a krumplit, ez sokkal egyszerűbb lenne, ugye? Egy kombájnnal ürítesz, elviszed, eladod. Az a baj, a krumplit úgy kell felszedni kézzel a földről, az meg eléggé nyomorult megoldás lesz számunkra. Egyébként itt pont be tudunk menni az asztal mögött, azt akkor nem kell itt kerekbózsálni. Én. Nagyon jó. Lehet, hogy gyors ránézek a kombájnokra. Egy pillanat, gyerek, ne haragudjatok. Van itt ilyen, ez nem krumpli betakarító? Dehogy is nem. 26 ezer, figyelj, ilyen forsri, tök jó. Ilyen krumpli betakarító. Van potátó, meg cukorrépa. Marha jó, figyeld, ez így ilyen nagyon retro krumpli szedőgép. Hát, ez nagyon adja. Gyerekek, ez tök jó. Forsít. Ez jó, ez jó. Ez mi van? Ja, igen, hát ez nem lett nekünk. Egyébként rengeteg morunk van. Tényleg annyi morunk van, hogy ezt el nem tudjátok képzelni, szóval. Ne aggódjatok, van itt minden. A betakarítógépeket akartam megnézni. És nézzük meg valami ócsó kombány. Van ám itt minden, van. Iszonyat sok minden van. Csomó klassz, Megák, Dominátor, mit tudom én, minden. Oda néve az el, Don, Júj, ez egy ilyen nagyon régi ócsvar. Ez talán orosz, ugye? Hol emlékszem, hogy ez orosz. Úristen, gyerekek. Júj, ez meg az egyikre csatlakozható izé. Ilyen szalmát, meg mindent összegyűjtő dolog. Aha. 512-es. Jó van, forsít. Van itt minden. 516-os. Jaj.
Jaj, vazze, ne szórakozz! Ez a izé, ez a vontatott! Ez a vontatott! Tudod vontatni, és tudsz vele aratni izét, minden szart. Ez nem rossz, és csak idejébe kerül 2000-be, de ez egy nagyon nyögvenyelős cucc, öcsém. Mennyibe kerül egy kombájn, ami ilyen olcsó fajta? 16 000. 46 000, 40 000, 15 000, 16 000 minimum meg a vágó asztal. Jaj, gyerekek. Na itt vagyunk meglőve, ugye itt ez a drágaság. Vagy homlokrakodó kellene? Az kellene. Kerekes rakodók között nincs. Teleszkópos targoncák között nincs. Homlokrakodók. Jó, itt van ez a kicsi izé. Off track. Ez egy ilyen nagyon pici. 5009, ez tök jó. De ugye az MTZ-re is lehet, hogy lehet rakni, várjál már. A mi MTZ-nk nincs homlokcsatoló, ugye emlékszel. Vagy melyik az az MTZ? Mindjárt megnézzük. Úristen, van ám itt minden gyerekek, most körülnéztek Dutra, kiskabinosok. Ó, aha, az, nekünk az MTZ 7 van, az MTZ 5-ön van ilyen. Ami az egy hasznos dolog lett volna. De várjál, azt hiszem, hogy erre nem tudok izét csatlakoztatni mindent, hanem csak bizonyos dolgokat. Tehát ez egy ilyen... talán kanalat nem is. Hanem... hanem ezt, ez az MTZ-5-re, ez megy föl, látod? És a többi elvileg nem. Ugye nem írja, legalábbis nem írja. Jó, oké, egy kicsit elcseszem az időt, ó, ne haragudjatok. Hát ugye erre is időt kell szakítani, hogy átgondoljuk a dolgokat. Igen, hát ezt a fát ki kell termelni, közben menni fog az idő szépen, és nem sokára pörgethetjük ki a krumplit. Mindjárt megnézzük valószínűleg, hogy nincs te 100%-ig trágyázva. Nem gondolkozok, hogy végig menjünk-e rajt, vagy pedig addig eltakarítjuk a fát. Lehet, hogy azt kellene, hogy addig eltakarítjuk a fát, amíg megnő. Ezt akkor nem lesz rá gondolunk, itt valamit beakadtunk. Megoldott. Jó van, gyerekek. Nem olyan kicsi elve a polkicsi, sőt, ott nem hiszem, hogy az. Tök jó. Na jó van, gyerekek, hát ezt a fát össze kellene izélni, kuglizni még. És föl kellene szépen pakolni erre a pótkocsira. Mindenképp hozok egy új egeret, hogy ne szenvedjünk bele, tudjuk forgatni. És akkor a következő részben várlak benneteket. Valószínűleg, hogy a következő részben ez a fa el fog innen tűnni, meg beérik a krumpli, úgyhogy ki fogjuk pörgetni, utána meg föl fogjuk szedni. És igazából írjatok, hogy vajon mi az, ami érdemes lenne nekünk benni. Hopsz, le kellett volna cserélni a kerekünket, mi? Ez nem lett volna rossz. Na mindegy. Egyébként lehet venni ilyen műhelykocsit, amelyiket oda tolod valahova, és akkor ugye azzal meg tudod szerelni a dolgokat, és eléred a műhelyt, és az egyébben van nagyon gyorsan, azt még megnézem gyerekek, mert akkor az mennyibe kerül, és akkor érdemes venni. Egyébként itt is van egy ilyen platós, csak nem ír semmit. Nem írja, hogy mit lehet venni, de igazából valószínű, hogy mindent. Hol van ez a műhelykocsi? Itt van ez a műhelykocsi. 400-ba kerül. És az elejére ezt mindent nem kell mindig visszaverni. Ugyanúgy pénzbe kerül, viszont legalább van. Úgyhogy egy olyat érdemes menni. Ezt meg ledobott közbe. Azt se vegye meg. Na, bocsánatot kérek, hanem ilyen meboldalán megnyillott. Jó, el is búcsúzom, mert már nagyon-nagyon elment az idő. Nagyon szépen köszönöm figyelmet. Következő részben folytatjuk. Lehet, hogy fogunk venni egy olyan kocsit. 1136-unkban. Hát lehet, hogy kellett is volna. Na, köszönöm szépen a figyelmet. Jók legyetek! Csácsumi csőtészta!